Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Szeretettel üdvözlök mindenkit, kedves gyerekek! Öröm, hogy most is együtt lehetünk, az Urat kereshetjük, és hiszünk abban, hogy az ő szeretetével most körülvesz bennünket. Élt egy király, Nabukodonozornak hívták, mindig dicsekedő ember volt. Beképzelt volt. Magát sokra tartott. Azt hitte, hogy ő a legokosabb ember a föld kerek, és hogy ő a legerősebb, olyan izmai voltak, a szakálla is, minthogyha drót fonálból készült volna, és nagyon-nagyon kemény tekintete volt. És úgy gondolta az egyik napon, hogy egy hatalmas, nagy szobrot fog felállítani. És meg is mondta, hogy milyen magas legyen. 27 méter magas. Hú, hát ez majdnem nagyobb, magasabb, mint egy emeletes ház. És maga kövré gyűjtötte a mestereket, akik értettek az építészethez, és elmondta, hogy ilyen legyen az a szobor, és hogy végül vonják be az egész felületét arannyal, hogy amikor rásüt a nap, csillogjon, villogjon, ragyogjon, és mindenki csodálja. Nekifogtak a mesterek, hát komoly előkészület kellett ehhez, hogy egy ilyen magas aranyszobrot megépítsenek. Hát megmutatom nektek azt a képet. Itt láthatunk létrákat, odatámasztva azon mentek föl. Voltak ott többféle munkás. Nem tudom, hogy ha erre a képre nézel, hogy tetszik-e neked. Mit látsz itt? Volna-e neked, öcsikém, elég bátorságod arra, hogy ezen a nagy, magas létrán fölmenj, és ott dolgozz, vagy megtekintsd a mesterekkel ezt a csodálatos szobrot. És elkészült a szobor, és az emberek úgy gondolták, hogy nincs az az ember a föld kerekségén, aki 27 méter magas szobrot tud csinálni. Ott töprengtek. De mégis Nabukodonozor nekivágott ehhez a munkához, fogtak az emberei, és elkezdték építeni, és akkor egy napon elkészült. Elkészült a nagy szobor, és kijött Nabukodonozor, a főemberei, hivatott ki egy zenekart is, katonaság is volt ott jelen, és a zenészekkel valamit akart. Mindenféle hangszer megérkezett. A király odarendelte a zenészeket, és azt mondta, hogy amikor felharsan a kürt, a sí, a citera, a hárfa, a lant, a duda, akkor mindenki hújjon térdre, boruljon mindenki arca, mert ha valaki nem teszi ezt meg, itt van a szomszédba megépítettem a kemencét, felforrósítom a kemencét, és bevetem oda. Szólok a katonáimnak, hogy az engedetlen, aki nem hajol le, és nem borul le ezelőtt a szobor előtt, oda, be az égő kemencébe.
hogy ott majd aztán meghal, és majd a többiek is engedelmeskedni fognak. Az egyik nap aztán hatalmas tömeg érkezett. Ez ugye a Nabu istenségnek a szobra volt, Nabu is. Az emberek ott a szobor körül leborultak arccal a földre, térdre estek, és imádták. Itt ezen a képen látjuk, hogy az emberek behódoltak ennek a parancsnak. És látjátok, van itt három fiú, akik nem borultak a földre, nem estek térdre. Nagy meggondolatlanság, gondolták némelyek, meg valaki, hogy odasúgta a mellette lévőnek, maflák, boruljatok le, mert ott végzitek a tüzes kemencébe, ha nem borultok le. Nabu istenség előtt mindenkinek le kell borulni, sőt, imádni rajta kívül nincsen más. Hát miért nem borultak le? Miért volt ez a viselkedés? Miért viselkedett így ez a három fiú? Senki se tudta. A katonák aztán karon kapták őket, és odavitték Nabu király elé. És azt mondták, hogy uram király, hát ez a három ficsúr, ezek a nagyhajúak, ezek a különlegesek, ezek, akik sokat gondolnak magukról, amikor felhangzott a kürt, a síp, a citera, a hárfa, a lant, a duda, hát nem borultak le a szobor előtt. Ekkora király elöntötte a méreg. Dühös lett. Hát miért nem imádjátok ti Nabu szobrát? Mi csak az élő Istenben hiszünk, az Úrba, az egyetlen Úrba. Mi a bálványok előtt nem borulunk le. Erre Nabu király ordítozott, vérbe forgott a szeme, és azt mondta, ti lázadók, fickók, az életeknek kell fizettek ezért. Ezért a lángoló, forró, ízó, tüzes kemencébe vetlek titeket. Gazfiszkók, ott égtek el, porrá égtek ebben a hőségben. És ez a három fiú teljesen nyugodt volt. Nem lettek idegesek, nem izzadtak, nem sírtak. Nem mondták azt, hogy uram király, ha már erről van szó, meggondoltuk magunkat, és mi is odavetjük a szobor elé magunkat, amikor felharsan a kürt, a citera, meg a többi hangszer, meg a duda, ha halljuk a duda hangját, akkor odaborulunk. De ők ilyet nem mondtak. Ők határozottan hittek az élő Istenben, és ők nem alkudtak meg. Nem borulunk le, mert Isten, az élő Isten, ki tud minket ebből a tüzes kemencéből is szabadítani. De ha nem tenni is, mi akkor sem borulunk le előtte, ezelőtt a szörnyű szobor előtt. Az arany szobor előtt, mi az aranyat nem imádjuk. Ezután, a néhány szóváltás után lehetett hallani, hogy katonák díszlépésbe jöttek, hogy a királynak a parancsát teljesítsék, és ráugrottak a három fiúra, mindegyiket, kezét, a lábát, megkötözték erősen, hogy,
hogy mozdulni se tudjanak. És megfogták az első fiút, és meglóbálták. Látjátok itt a képet? Meglóbálták, és bedobták a lángok közé. Bedobták. Aztán jött a másik, a másikat is bedobták a lángok közé. Hozták a harmadikat is, bedobták a lángok közé. Hadd hallja, hadd pusztulja. Egyesével mindenki bekerül oda. Ugye ti most nem értettek, hogy látjátok ezt a borzasztó képet. Bátor volt a három fiú, mert ők szerették Istent, és készek voltak még meghalni is érte. Nem tudom, hogy mi szeretjük-e annyira Istent, hogy mindent megtennénk érte, ha valamit mond, ha valamit parancsol, hogy meg tudnánk-e tenni. Hiszünk-e mi Istenben, a szívünk mélyén? Vagy olyan rosszak vagyunk mi is, mint Nabukó király? Hát ezek a fiúk egyáltalán nem voltak idegesek, és képzeljétek el, hogy a nagy tömeg ott a háttérben látta ezt, hogy mit tettek ezzel a három fiúval, és mindenki komolyra vette a dolgot. Azt mondták, ha erre fogunk járni itt a Dura mezején valamikor, akkor mindig, ha nem szól a duda, a kürt, akkor is leborulunk előtte, ilyen hatalmas szobor előtt, 27 méter magas, ilyen nagy király, mint Nabu király állítatta. És mindenki csodálkozott, voltak, akik ezeket a fiókat semmibe vették, venészik, hogy hát ezek csak ilyen meggondolatlan fickók, és hogy azért lázadoztak a királlyal szemben, de most jól megfizetnek ezért. Elégnek ott a kemencében. És hát, mi történt a kemencében? Kíváncsiak vagytok rá? Szeretnétek-e tudni, hogy mi történt? Elégtek a fiúk? Hát, ez szörnyű dolog lett volna. Rettenetes még erre gondolni is, hogy elégni. A testestől, mindenestől leég a hajam, a bőröm, minden elég, és vége az életnek. De ezek a fiúk bátrak voltak, és ott nyugodtan álltak a tüzes kemencét, és képzeljétek el, hogy a lángok egyre erősebben felcsaptak, és régen olyan voltak ezek a kemencék, hogy hátulról fűtötték, és voltak fújtatók oda rendelve, hét fújtató, ami a lángokat szította, hogy még erősebben égjen a tűz, és hogy hát, ha valami oda bekerül volna, akkor az biztos, hogy elég. A három fiú ott állt, és imádkozott, és békességbe voltak. Hát a király bámulta, a székben ült, mereven nézte, hogy mi történik a kemencében. Megtörült a szemüvegét, hogy jól látja-e, hogy mi van ott. És azt mondta a király, hogy én három fiút vettettem a kemencébe, és hogy van ott négy? Igazgatta a szemüvegét, és valami
tudom, Isten félét látok. Isten félét látok. Ez a negyedik, ez nem is olyan, mint egy ember. Ó, nem csak egy valamiféle Isten félét látok. Ő az Úrnak az angyalát látta. Isten elküldte az angyalát oda az égő, forró, ízó kemencébe, és befedezte, körülvette ezeket a védtelen fiúkat, és még a láng szaga se járta át őket, a ruhájuk nem égett meg. És akkor a király megrendülten parancsolt, hogy hát hozzák ki őket a kemencébe. És látta, hogy teljesen, hogy a kötelek lepattantak róluk, és hogy ők szabadok, őket nem nincs hatalma a királynak, hogy megkösse. És a király látva Istennek ezt a hatalmat, ezt a nagy csodát, odaszólt a zenekarnak, hogy na fiú, akkor vegyétek csak elő a kürtöt, a sípot, a citerát, a hárfát, a lantot és a dudát, és dicsőítsük Istent, a szabadítót. Higgy, kedves barátom, te is az Úr Jézus Krisztusban, mert ő megment, megszabadít az életre, és bevisz a csodálatos országába.